Sziasztok mindenkinek, jó estét kívánok! Van élet a szobafogság után, mi legalábbis ebben bízunk, hogy az előadó művészeti szféra újraindul és vége lesz a szobafogságnak, ezért indítottunk egy videópályázatot. Ennek lesz az eredményhirdetése most, és szeretném bemutatni a zsűrit, amely segített eldönteni egy nagyon fontos díjat. Fullajtár Andrea, sziasztok. Novák Péter és Zsoldos Dávid. A StageHub részéről pedig itt vagyunk alapítótársam Messner Vera és én Korte Sebastian, de ezzel át is adom a szót Messner Verának. Jó estét, sziasztok! Azoknak, akik először találkoznak a StageHive-val, és leginkább most a videópályázat kapcsán, azért bemutatkoznánk egy kicsit. Egy másfél évvel ezelőtt indult el a StageHive útjára, azzal a céllal, hogy egy közösségi platform legyen az előadó művészeti világban dolgozóknak a számára. Gyakorlatilag az összes közösségi hálózat mentén ugyanúgy működik, mint az összes közösségi hálózat. Regisztrálni lehet magánszemélyként, de lehet kulturális intézményként is. El kell készíteni egy profilt, és utána rögtön körbe lehet nézni, hogy kik vannak ott. Leginkább azért gondoltunk arra, hogy útjára indítjuk ezt a kisebb vállalkozást, mert hogy sokszor tapasztaltuk, hogy saját körbe mozgunk, ugyanazokkal dolgozunk, és azt szerettük volna, hogyha ezt egy picit így kijebb tudjuk nyitni, és olyanokat is megismerhetünk, akikkel esetleg még eddig nem volt közös munka. Ezen a funkción kívül pedig működik egy közösségi finanszírozás az oldalon, úgynevezett crowdfunding, ahol már 6 sikeres kampányon vagyunk túl, és jelenleg is lehet 2 kampányt támogatni. Szeretnénk megköszönni egyrészt Magács Lászlónak és a Triphajónak, hogy otthont adott a mai eseményhez nekünk, illetve Sebastiannal közösen szeretnénk megköszönni a munkatársainknak, mert bár most itt ketten vagyunk és kettőnket láttok, de azért nekünk van egy nagyon-nagyon klassz csapatunk is, illetve hálásan köszönjük a versenyhez kapcsolódóan a zsűrinek a munkáját, és rögtön át is adnám akkor nekik a szót. Szervusztok, üdvözlünk mindenkit, nyilván mindenki tudja, hogy miről van szó, a pályázat május 5 és június 3 között került megrendezésre, és olyan előadó művészeti sóríleket kerestünk, ahol színészek, zenészek, táncosok, cirkuszművészek mutatják meg, hogy igen, ahogy mondtad, van élete a Földön, a karanténon túl, és a 2020-21-es évadban határon innen és túl magyar nyelven valamilyen produkciót szeretnének létrehozni, ehhez keresnek támogatást. 800 ezer forint az összdíjazása ennek a pályázatnak, mi ennek egy részéről döntöttünk csak. 78 olyan pályázat érkezett, amely minden kritériumnak megfelelt, és akkor mondhatom a közszereket, hogy mi nehéz dolga volt a zsűrinek, de valóban, mert azért kiderült, hogy ez egyben egy kommunikációs verseny is. Nagyon nehéz röviden egy videóban elmondanunk azt, amit aztán később egy hosszabb előadásban fejthetünk ki, vagy akármilyen más műfajban is terjedelemben. Talán emlékeztek Altmannak a filmjére, a játékosra, ahol a gonosz producerek, a szegény hollywoodi rendezőket kínoszták, hogy 2 perce van, hogy elmondja, hogy miről szól a film. Ez egy kicsit ilyen volt, mi nem vagyunk gonoszok, ez a különbség. De azért arra fölhívom a figyelmet, hogy ez egy önálló műfajként is meg kell állja a helyét, meg kellett minket győzni arról, hogy beleképzelhessük azt, beleérezhessük azt, amit ti otthon gondoltatok mindenről az egészről. Sokszor kellett bizony utána menni társadalatoknak, embereknek az interneten, hogy kik ők valójában, elolvasnak kísérő szövegeket, és valahogy abból összerakni egy képet. Ez biztos, hogy a jövőre nézve, mert bízunk benne, hogy a StageHive folytatja majd ezt a folyamatot, ez egy fontos kritérium, és egy olyan dolog lesz, amit érdemes szem előtt tartani. Győzzétek meg a zsűrit arról, hogy érdemes támogatni azt a produkciót, amit szeretnétek megvalósítani. Én pedig néhány impresszív számmal folytatom ezt az impresszív mondatot. Ezt nem megbocsájtják, nem egy fejből. 21 szavazat hiány 70 ezeren szavaztak. És ezt egyébként 77 ezer szavazatot jelent, mert lehetőség volt több produkcióra is szavazni. Azért ebből az látszik, hogy azért nem mindenki gondolta, úgyhogy csak az ő kedvencét próbálja meg a zsűri figyelmébe ajánlani. A doppelgés most elmarad. A közönség szavazatok alapján Bauko Attila, vagyis az eleje Angel Dust című pályázata nyert, 19 ezernél is több szavazattal, azt gondolom, hogy ez magáért beszél, tehát ő kapja ezt a 500 000 forintos fődíjat, és most egy tapsorkánt kellene ide képzelnem, de kicsit kevesen vagyunk hozzá, de aki tud tapsolni, azt tegye meg. Ez mutatja, hogy milyen jó, hogyha valakinek van egy állandó stabil rajongó tábora, mert az is segít a
pályázat továbbjuttatásával. Igen, és most további 12 pályázatot szeretnék felsorolni. Ők a Papagenónak a külön díját kapták, ez egy média csomag. Amikor először a külön díjat felajánlottuk, azt gondoltuk, hogy mondjuk 2-3 pályázatot még biztos érdemes lesz kiemelni, de egyszerűen, hogy végig kattingattam azt a közel 80 pályázatot, rájöttem, hogy itt nagyon nagy hiba lenne sokakat kiadni, így a csomag kisebb lesz, viszont többen kaptok belőle. Tehát a díjazottak Róza és Alfred története, Resti Kornél Rádiószínháza, Boldog az ember, míg muzsikál, a gyakkamasz, For the Little Ones, Fumbale Boys, Mozorgó Hormonok, Variált Ensemble, Enclosed, Bach MR-re hangolva, Maradok maradni, és Rachmaninov a homokban. Ezt lehet tudni, hogy mit jelent pontosan ez a csomag? Ez alapvetően egy online média csomagot, az bennet, PR cikket, meg egy erős kis Facebook támogatást. Szuper. Gratulálom! És akkor a szakmai díjat is elmondanám, ez 300 000 forinttal jár. Volt azért egy másfél óránk, amikor győzködtük egymást, hogy melyik lenne az a Stagehive nyertes, amelyik jól képviseli egyrészt ennek az induló pályázatnak az egész arculatát, másrészt például a fiataloknak szól kifejezetten. Itt ugye nekem is van kamasz fiam, tehát nekem is nagyon-nagyon fontos, húsba vágóan fontos, hogy legyenek nézőink majd egy olyan 10 év múlva, és ilyen értelemben is az egyik legjobb pályázatról szeretnék most pár szót szólni. Ez egy tantermi előadás, egy edukációs projekt, és nagyon-nagyon sok irányból tartoznak hozzá alkotók, tartoznak hozzá egyetemi hallgatók, tartoznak hozzá profi színészek, és tartoznak hozzá független alkotók is. Ez pedig a Krétakör című produkció, ez kapta a zsűrinek a díját. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk neki. És emellett azért hagyd mondjam el, hogy vérzik a szívem egy csomó mindenért, ami most kimaradt, és remélem, hogy a közeljövőben, mondjuk egy év múlva legalább 3 díjat adhatunk már, hátha. És akkor például az agyakamasz biztosan kapna, a Resti Kornél biztosan kapna. Mocorgó harmóniák. A mocorgó hormonok. Hormonok. Restless Legs is kapna, úgyhogy szóval kitartás nektek, és tényleg lesz élet a szobafogság után. Szerintem fontosabb, amit elmondtál, hogy egy kicsit a saját szempontjainkat is azért mondjuk el, mert azért választottuk azt az előadást, ami az edukációról szólt, mert valahogy fontosnak éreztük a leendő produkciónak a fenntarthatóságát. Kikhez jut el, hogyan jut el, mi a célközönség, milyen kifutási lehetőségek vannak benne. Nagyon izgalmas zenei produkciók sokasságát láttuk, de nem voltunk benne biztos, hogy mondjuk egy videoklip, vagy egyetlen koncert az alkalmas arra, hogy ezt a produkciót életben tartsa. Jó, hogyha vannak hosszú távú tervek, és ebben a produkcióban azt láttuk, hogy egyrészt egy nagyon erős közösség van együtt, akik már eleve próbát tettek, és baráti és szakmai alapon egyaránt szerveződnek, másrészt pedig ez a hosszú távúság, hogy eljuttatni különböző generációkhoz, fölnevelni azt a közönséget, amire mindannyian vágyunk, és még sorolhatnám, tehát itt nagyon, nagyon összeállt az, amiről kicsit nekünk a Stagehive is szól. És tegyük még hozzá azt, hogy alapvetően egy koncepciót is díjaztunk, meg magát a videót is, ami nagyon sokszor nem volt, úgymond egyenrangú volt, amikor egészen kiváló videók mellé egy nagyon-nagyon körülbelül leírást kaptunk, és nem is nagyon derült, hogy mit akarnak csinálni pontosan. És volt, amikor meg egy hihetetlenül impresszív üzenetet egy tulajdonképpen meglehetősen összedobott videó kísért. Ennyit mondott a szakmai zsűri. Igen. Teljes felelősséggel. Én meg nagyon-nagyon szeretném megköszönni szépen a zsűri munkáját és részvételét. Nagyon-nagyon megtisztel minket, hogy ilyen lelkesedéssel vetettétek bele magatokat a zsűrizésbe, úgyhogy ezt külön szeretném nektek megköszönni. És hát az a helyzet, hogy a zsűrin kívül pedig egy sor támogató intézmény is belépett ebbe a pályázatba, és kiválasztottak maguknak olyan produkciókat, amiket befogadnak a következő évadban, valamiféle együttműködés kapcsán, úgyhogy szeretném szépen sorban őket megkérdezni, hogy melyik produkciót és melyik pályázatot választották. Először a Fame Arts and Café képviseletében a 3 alapító, Cicó Attilát, Jendrics Anikót és Horváth Mátét. Sziasztok, mi vagyunk az első külön díjasok. Egy Vörös Sándor idézet az előadás címe, Maradok maradni, és a sorsnemes gesztus, hogy pont ezen a napon egy budapesti független színház egy Újvidéki társulatnak ad át egy díjat. Ezt a
újvidéki színház színészei csinálják majd az előadást, remélem nálunk. Tehát maradok maradni a mi díjazottunk, és az Anikó elmondja, hogy miről lesz szó. Én is köszöntelek benneteket, sziasztok, Jendrics Anikó vagyok. Elmondom, hogy mi mit tudunk felajánlani. Szerencsére befogadó színházra kaptunk egy kis pénzt, ezért ezt nagy szeretettel tudjuk továbbadni arra érdemeseknek. Mi őket választottuk ki azért, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos a magyar kultúrának a megtartása és őrzése. Egy olyan dolgot tudunk nekik felajánlani, körülbelül 500 ezer forint értékben, amiből 300-at meg is tudnak kapni pénzben, a többi részét pedig mindenféle infrastruktúrában tudjuk biztosítani nekik, egy premier elkészítésére a mi színházunkban, teljes technikával, egyhetes próbafolyamattal, lakhatással, és a további játszásról pedig majd beszélünk és egyeztetünk, mert mi nagyon szeretnénk, hogyha tovább is tudnák játszani nálunk ezt az előadást. Ez persze nehéz lesz, hiszen ők messziről jönnek, de remélem, hogy sikerül valamit kiokumlálnunk, hogy ez tudjon folytatódni legalább a következő évadban. És még átadom a harmadik lábunknak a szót Horváth Máténak, mert mi mindig mindenhova hárman megyünk, és ő pedig a technikáról mond egy kicsit, hogy mit tudunk nekik adni technikában. Nekem már csak annyi maradt, hogy azt mondjam, hogy technikailag egy igazán fejlett színházterem áll rendelkezésetekre. Nagyjából szinte bármi, amit el tudtok képzelni, azt mi megvalósítjuk, összehozzuk. Fény- és hangtechnikailag nagyon fejlettek vagyunk, színháztechnikailag is remek gépezeteink vannak, kiváló helyszín, nagyszerű struktúra, úgyhogy várunk titeket szeretettel, és tényleg, amit csak megálmodtok, azt én megcsinálom nektek. Köszönöm szépen! Gratulálok! A következő támogatónk pedig a Három Holló, amelynek képviseletében Krausz Bence társalapító érkezett. Úgyhogy kérlek, mondd el, ki a szerencsés kiválasztott? Sziasztok! Egyrészt szeretnék köszönetet mondani, hogy részt vettünk ebben az izgalmas projektben. Azt gondolom, hogy szuper jó dolog, hogy ebben az időszakban, amikor alapvetően nincs lehetőségük a különböző művészeti projekteknek megmutatkozni, mégis ebben a formában lehetőség van arra, hogy böngészünk a produkciók között, nézegessük, hogy milyen izgalmas projektek várnak ránk a következő időszakban. A Három Holló egy olyan audiovizuális projektet választott ki, amelyet befogadni kíván, amelyik a kísérleti jellege miatt, azért, mert egy zenei és mégis interdisziplináris projekt, és ráadásul egy kimondottan kortárs projekt. Ráadásul a teret nagyon jól használja ki, ami azt gondolom, hogy egy izgalmas része a Három Hollónak, tehát a Három Holló pince tere szerintem nagyon jól alkalmas lesz arra, hogy ezt a projektet befogadja, ez pedig nem más, mint a Vibro Tanika. Következő támogatónk pedig a Mozsár Műhely, amelyet Megyeri Léna produkciós vezető képvisel. Sziasztok, jó estét kívánok! Először is én is szeretném megköszönni a lehetőséget a Stage Hive-nak, hogy csatlakozhatunk a pályázathoz, és nem is szaporítanám a szót, hanem elmondanám, hogy mi választottunk az Affér Színháznak a pályázata a Népmese Fantasy felnőtteknek címmel. Nekik szeretnénk egy napot biztosítani a Mozsár Műhelyben, amikor bepróbálhatják és bemutathatják nálunk az előadást. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a Mozsár Műhelynek a mottoja az indulásunktól fogva az, hogy színház újra gondol, és úgy érezzük, hogy ez a projekt ez nagyon jól illik ebbe a szellemiségbe, úgyhogy várunk benneteket, és a nézőket is várjuk, majd gyertek el megnézni ezt a produkciót nálunk. Köszönöm szépen! A következő pedig az Óvóhely Bisztró és Kultúrbunker, amelyet Braun Barna és Kis Balázs képviselnek, a két vezető. No, sziasztok! A mi választásunk a Szegedi Homo Ludens Projectnek az Egy Nő című montásfilmje, amit szeretnénk, hogyha nálunk mutatnának be, és Balázs elmondja, hogy mi is pontosan a felajánlásunk. Így van, tovább megyek. Szeretnénk, hogyha nálunk mutatnák be, és szeretnénk, hogyha az a bizonytalanság eltűnne, ami az ő pályaművükben volt, hogy talán nem készül el, talán nem úgy készül el, ahogy szeretnék. Hát mi annyiban szeretnénk segíteni, hogy valósítsák meg nálunk ezt a projektet, mutassuk be, és az est teljes bevételét mi a
társaság javára felajánljuk, valamint nyilván szeretnénk őket jó vendéglátóhelyeként vendégül is látni. Köszönjük! És aztán következik az Óbudai Kulturális Központ 3K, amelyet Horváth Piroska vezető képvisel. Sziasztok! Először is szeretnék gratulálni a díjazottaknak, és nagyon nagy öröm, hogy mi csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. Tulajdonképpen, amit mi fel szeretnénk ajánlani, az a 3K koncepciójával nagyon egy ütembe haladó dolog, két színházi produkció, és hát nagy meglepetés volt az egyik színházi produkció, az egyik díjazott, úgyhogy remélem, hogy jóhoz csatlakozunk ezáltal mi is. A Krétakör Színház tantermi előadás egész pontosan a nevük, és tulajdonképpen mi fel szeretnénk ajánlani egy vagy több előadásra a professzionálisan felszerelt színháztermünket, valamint azt a lehetőséget, hogy segítünk megszervezni az Óbudán elérhető szinte összes középiskolát, amihez van kapcsolatunk, de hát ezt majd megbeszéljük. A másik támogatottunk pedig a Nézz vissza a haraggal című előadás, amit a NESZ társulat képvisel, és ott pedig a próba folyamatot szeretnénk támogatni, amit ők augusztusban szeretnének elkezdeni, és ez egy márciusban meg nem valósult előadásnak a igazából a próba folyamat kezdete, ezt a végéig szeretnénk ezzel a színházteremmel felajánlani és támogatni, úgyhogy ez a mi részünkről a felajánlás. És köszönöm szépen, hogy részt vehettünk ebbe, és nagy örömmel csatlakozunk. Annyit még elmondanék, hogy a 3K koncepciója az azért is illeszkedik annyira, mert nagyon fontosnak tartjuk az ifjúság elérését, illetve a színházi nevelési programot. Úgyhogy ebben a pontban remélem, hogy jó találkozások lesznek. Úgyhogy szeretettel várjuk a díjazottakat. Köszönöm. És következőként szeretném kérni az Eres-9 Színház igazgatóját, Lábán Katalint, aki szintén felajánlott, hogy befogad produkciót. Szeretettel köszöntök mindenkit. Az Eres-9 most idén 30 éves, és számunkra mindig ünnep, amikor fiatal társulatokat befogadunk. Minden évben egyébként van egy ilyen projektünk, hogy ismeretleneket is befogadunk, de most a Róza és Alfredet azért választottam, mert egyébként láttam őket élőben, tehát a Róza és Alfred az nekem nagyon kedvencem, mert benne van az egész életnek az értelmetlensége, és ugyanakkor az a sok örömpillanat, amiért érdemes élni, és igazi színház, tehát felnőtteknek szóló bábszínház, amit szintén nagyon szeretnék támogatni, mert egy kicsit elhanyagolt műfaj, és nagyon fontos, és két csodálatos színész van benne. Szóval őket nagyon szeretném, a más is fölfigyelne rájuk, nem csak én, és lehetőséget adni nekik. Na most két színháztermünk van, ugye van a régi, a 30 éves a Pincében, és van a Vallai kert, és ott van egy 120 éves zongora, és Rachmaninov a kedvencem, tehát ez egy szubjektív döntés volt, és őket nem ismerem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak létrehozni, és majd megbeszéljük, hogy hogyan tudom őket támogatni teljes gőzzel. Egy szuper stábunk van, tehát megpróbáljuk azt, hogy örömet okozzunk a nézőknek is, meg nekik is, akik föllépnek, ez a lelkes testvérpár, meglátjuk, úgyhogy nagyon örülök, hogy van ez a projekt, és ez a Stage Hive, egy zseniális név egyébként, mert úgy kifejezi azt, hogy színpad és méhkas, és van benne valami melegség és édesség, amire most nagyon szükségünk van, mert én most nagyon nehezen tudok visszacsavarodni. Tehát nagyon könnyen kicsavarodtam március 12-én, amikor az utolsó előadásunk volt, illetve én sokkos állapotba kerültem, most meg még sokkos állapotban vagyok, hogy most már lehet dolgozni, meg lehet csinálni valamit, de hát majd csak kicsavarodok lassan. De minden esetre a sok fiatal energia az mindig segít, úgyhogy nagyon örülök, hogy van ez a projekt. Van egy támogatónk, amelyet nekem kell bejelenteni, nagyon egyszerűen földrajzi okokból. A Reők Szeged, amelynek Herceg Tamás az igazgatója, szintén felajánlotta, hogy befogad egy produkciót, de nem tudtak jelen lenni személyesen, úgyhogy ők pedig a Fábián Gáborral Leprikónok Átka című
pályázatot fogják befogadni, velük fogják fölvenni a kapcsolatot. És van még egy utolsó, egy olyan támogató, amely duplán támogatott, ugyanis támogatott minket abban, hogy létrejöhessen itt ez az esemény, és támogat egy pályázót is, a Trip hajó. Úgyhogy megkérem Magás Lászlót, az igazgatót, hogy mondja el, hogy melyik előadást fogadják be. Sziasztok, nem biztos, hogy képbe leszek, mert én kameráztam az előbb. A képbe vagyok? Nem olyan fontos, köszi szépen. Mi a karanténsót támogatjuk, de nem csak a karanténsót, hanem még egy csomó olyan előadást is kiválasztottam, amelyben olyan művészek dolgoztak, vagy dolgoznak, vagy fognak dolgozni, akik a mi karanténszínházunkban részt vettek a működésünkben, és nagyon sokat köszönhetünk nekik. Úgyhogy lehet, hogy a Trip lesz majd az egyik olyan helyszín, amelyik a legtöbb ilyen stagehive-os jelentkezőt mutatja be. Meglátjuk, mit hoz az élet. Hajrá, örülök, hogy ezt csináltuk, és hogy csináltátok, és minél több ilyet. Köszönöm. Hát, és én pedig megköszönöm mindenkinek, aki eljött ma, és köszönöm a támogatóknak, hogy adnak teret, a zsűrinek, hogy adnak lehetőséget, a Stagehive csapatának, hogy végig vitte ezt az egész időszakot, amíg ez a pályázat zajlott, és köszönöm a figyelmet, további szép estét mindenkinek. És gratulálunk mindenkinek. És gratulálok, természetesen gratulálok.